Köszönöm szépen, és sok szeretettel köszöntök mindenkit. Múlt héten többen odajöttek hozzám, és megkérdezték, hogy mi a megoldás. Nem akarok megfeledhetetlen megoldásokat adni. Múlt héten is azt mondtam, a megoldás az önök fejében van, meg a szívében. És azt hiszem, hogy ez a helyes. Ennek az előadás sorozatnak az a célja, hogy bizonyos gondolatokat, ami foglalkoztatnak bennünket csak belülről, egy kicsikét segítsen kívülről meglátni. Ez azért fontos, mert a mai kereszténységnek, ha én megoldást ajánlanék, felekezeti különbség nélkül, azt mondanám, hogy a legnagyobb problémánk nekünk keresztényeknek, és magamat is beleveszem, az az, hogy az egészséges valóságérzékünk valahol megsérült. Nem látjuk helyén magunkat a világban, hogy hol a helyünk. Egy példával szoktam ezt mondani, ezt a példát említettem már, hiszen a második előadásban, hogy az egyház és a társadalom viszonya, az hasonlít egy hintóhoz. De hol van ebben a hintóban az egyház? Ő a ló, aki húzza a társadalmat. Esetleg a lószerszám, ami diszíti a társadalmat? Vagy esetleg az ostor, amivel a lovakat serkentik arra, hogy jobban húzzon? Vagy esetleg az egyház bennül a hintóba, és ő az úr, akit vinni kell a társadalomnak? Vagy esetleg a kerék, vagy a kerékkötő? És ezzel el lehetne játszani nagyon hosszú ideig. Amiért el lehetne játszani, az azért van, mert egy alapvető tétel az, ami úgy elhomályosodik előttük. Ez pedig az, hogy a kereszténység addig él, amíg változni képes. És ez nagyon fontos. Ez a változás nem azt jelenti, hogy a korábbi, a régi az megszűnik, hanem a korábbi, a régi egy új összefüggésbe jelenik meg. Tehát ez olyan, ezt is említettem már, mint hogyha a szerpentén úton mennénk, eljutunk ugyanarra a pontra, csak egy kicsit magasabb. És ez az egyház életének és történetének egy állandó modellje. Ez azért van így, mert ami él, az változik. A változatlan dolgok, azok nem élnek, azok olyan, mint a vasbeton szerkezet, és a vasbeton szerkezet az egy darabig nagyon erős, utána megeszi a rostat. Ami él, az azért hosszú életű, mert változik. Újra és újra alkalmazkodik. Éppen ezért a normális keresztény életet nem lehet megismerni a környező világunknak a léte, az alapvető léte nélkül. És éppen ezért fontos egy kicsikét ezzel a világgal is foglalkozni. A világidegen kereszténység az olyan, mint a partra húzott csónak. Nem megy bele ugyan a víz, de szétszárad. És egy idő után már nem lehet használni arra, amire való. Tehát a kereszténységnek ott van a helye benn a társadalomban. Nem lehet diszidálni a társadalomból. Nem lehet a templom hűs magányába magunkra húzni az ajtót, és azt mondani, hogy nem törődöm a világgal, a világnak száz bajával. A kereszténységnek mindig a társadalomban kell élni, csak az a baj, mint a csónaknál. Nem az a baj, hogyha a csónak a vízen van, a baj ott kezdődik, amikor víz van a csónak. Ezzel a kérdéssel kell most ebben a 3 előadásban egy kicsikét foglalkozni. A mai alkalommal éppen ezért én szükségesnek tartom, hogy néhány érdekes szempontra felhívjam a figyelmet. Az elmúlt 200 esztendőben olyan valami történt az egész emberiséggel, ami eddigi története során nem történt meg. És ez döntően befolyásolja tudat alatt is, ami egész gondolkodási módunk. Mi általában eseményekbe gondolkodunk, pedig jobb volna, hogyha tendenciákba gondolkodnánk, tehát a dolgok, a történések mögé néznénk, és ezeket a dolgok és történések mögött meghúzódó eseményeket, helyzeteket próbálnánk megérteni egy kicsikét jobban. Mire gondolok én? Az elmúlt 200 esztendőben egy nagyon érdekes dolog történt. A tér és az idő két olyan dimenzió, amihez a viszonyunk döntően megváltozik. A tér és az idő az egy adottság, ugye? Van, messze van, ennyi kilométerre van, stb. Az elmúlt 200 esztendőben egyrészt elindult a közlekedés. Azután a közlekedéssel párhuzamosan a hírközlés. És azt szokták mondani, az egész világ egy falu lett. Ha valami történik ma a világon, mondjuk Japánban, mondjuk a japán tőzsde összeomlana, ne adj Isten, abban a pillanatban mi forintunk is esetleg a negyedét éri. Tehát nem úgy van, hogy van messze egy ország, aztán hát legyenek boldogok ott, ahol vannak, hanem minden összefügg minden. Ezért van az, hogy lényegében azok a régi dimenziók, amik kialakultak mondjuk a 18. században, mint egy ország, ezek lényegében előbb vagy utóbb nehezen meghatározható valóságok lesznek. A határ. Mikor egy multinacionális vállalatnak nincsen határa, a Tesco-nak nincsen határa, vagy az Ocean-nek, vagy a Metro-nak nincsen határa. Hogy van akkor ez? És ez az egész gondolkodásunkat újra és újra átjárja. De nem csak ez történt. Az idő is megváltozott. Tessék megnézni. Régen volt egy toronyóra, hogy 4 órát késett a faluba, senki nem vette észre. Nem? Ma másodpercekért küzdök, nem? Számolom, hogy jaj, elérjem a vonatot, még van 3 percem, aztán fel kell állni, és itt hordjuk az órát. Na most. Ez az emberre is visszahat, mind a kettő. Hiszen mi valahol kell, hogy otthon legyünk ebben a világban. És ez az otthon lét egyre nehezebb. Az emberek nagyon sokszor utaznak, mert ez az életünk. Első pillanatra jó az utazás, amikor minden héten le kell mennem Miskolcra, és nem tudom hirtelen, amikor felébredek, hogy most Miskolcon vagyok, vagy otthon vagyok, vagy hol vagyok, azt sem, hogy merre kell leszállni az ágyról, Miskolcon azt mondom, ellenkező irányba van a leszállás útja, mindig belerugok a falba. De ez nem jó. De valahol azért van a világ, hogy otthon legyünk benne. De ugyanígy vagyunk az idővel is. Bennünk is ketyeg egy óra. És az idővel is konfliktusba kerültünk. Nem? Bizonyára mindenkit elkap az, hogy jaj, még ennyi időm van. És ideges kapkodásba csap nagyon sokszor az életünk. Jaj, még ezt meg kell csinálni, nyakunkra zuhannak határidők, ezeket a határidőket teljesíteni kell. Aztán van ennek egy másik következménye is. Régen az ismereteink nagy részét azt úgy gyűjtöttük össze, hogy személyesen tapasztaltuk. Láttunk, hallottunk. Okos emberek véleményét meghallgattuk, leszűrtünk belőle egyéni véleményt. Ma van egy árucikk, ami a nyakunkra ömlik, ezt úgy hívják, hogy hír. Aki egyszer tömegkommunikációval foglalkozott, én tanultam is, meg egy kicsit tanítottam is ezt. Azt tudja azt, hogy hír az nem a valóság, hanem a valóság égi mása, hogy nagyon szépen fogalmazza, de ez az égi más inkább pokoli mást jelent, úgyhogy tessenek így fog. Tehát a hír az mindig manipulált, és arra való, hogy manipuláljon. A mai világban nem a valóság szerint döntő, hanem a valóságról bennünk kialakított kép alapján, amit nem mi alakítunk ki, egyre kevesebb az az információ, amit mi gyűjtünk össze, hanem megmondják nekünk. És ez a hír egyre nagyobb hatalom. Kommunikációkutatók tudják azt, hogy az elmúlt 10 évben körülbelül megháromszorozódott az a hírmennyiség, ami egy emberre rázuhan. Hiszen hír most már az időjárás, nem tapasztalás, nem úgy van, mint a régen. Hát igen, hakatalin. Hogy van? Hakatalin, tudják még? Popog, akkor a karácsony. Locsok, ugye, tudják, meg régiek, hogy tudják. Tehát nem ilyen népi megfigyeléseken, hanem bekapcsolom a rádiót, és a meteorológiai intézet mondja, az ügyeletes Jós megmondja, hogy holnap milyen kabátot kell felvenni. Ehhez képest a világ is gyorsan változott, hiszen konfliktusba kerültünk azzal a világgal, ami egyre inkább nem a természetes világ, mert már mi nem a természetes világban élünk, hanem egy mesterséges világ vesz körül bennünket. Úgy szoktuk mondani, hogy virtuális térbe kerültünk, nem? És ez a virtuális tér az, amiben nekünk embernek kell maradni. És ez mind-mind olyan, hogy egy dolog teljesen világos lett. Az ember és a világ közé álltak a gépek. Tessék megnézni. Ennek a művelődési háznak van egy gépészete, nem? Fűtéstől kezdve a világításig minden gépektől függ. Gépektől függ a hangerősítő, gépektől függ a reflektor, az képen bevilágít, gép veszi fel, hogy én mit mondok. És ha végignézünk, akkor ez a gép állítólag bennünket segít. De csak állítólag. Tudnélik, van egy nagy baj. Veszekedtek már komputerükkel, akik komputert használnak, azok szólják. Szitták már? Mert én mint a bokrot. Mi a baj a komputerrel? A komputer sokkal okosabb, mint én, nem? Töménytelen információt tárol. Akkor mi a bajom a komputerrel? Más a logikája, mint nekem. És az égnek nem akar emberül gondolni. És éppen ezért mi kitaláltuk a gépeket, és ez minden gépnél így van, nem csak a komputernél, kitaláltuk a gépeket, hogy szolgáljanak nekünk. És közben a gépek rászorítottak bennünket arra, hogy mi szolgáljuk ki a gépeket, nem? Egy gyári munkás is kiszolgálja a gépet, nem? Most ebben mi a baj? Az a baj, hogy a gépnek más a logikája, más az időérzéke, más a ritmusérzéke. És ezért az emberi pszichében, a belső világunkban vannak konfliktusok, amiket hordozunk. És erről nagyon-nagyon muszáj beszélni. Miért? Ha eddig nem gondolták volna végig, akkor most hadd segítsek. Isten úgy teremtette meg az embert, hogy az ember benne él egy materiális térben, benne él egy spirituális térben, és benne él egy szociális térben. Ezek a természetes kapcsolópontjai az embernek a világgal, és ebben a három térben kell nekem harmóniát teremteni, ez az én teremtésbeli rendeltetésem. Ezt is sokszor elmondtam. Most tessék megnézni, mi történt ezzel a virtuális térrel, azokkal a dimenziókkal, amit én elmondtam. A materiális világ és az ember közé közbeállt a gép. Kiderült, hogy ez az elgépiesedés visszahat az egész társadalomra. Tessék megnézni, minden közösség válságban van. A családtól fel a nemzeti közösség mindenütt a világon. Ez nem magyar specialitás. Csak persze nekünk azt fáj, ami a szomszédnak a kavicsot cipőjében nem neki, a fáj, neki fáj. Elég van ez neki. De az én cipőmben is ott a kavics. Tessék végig gondolni, minden közösségünk válságban. Azután mi történt még? Az ember lassan elvesztette a spirituális. És ezért közbejött valami más, valami spirituális pótlék. És erről is szeretnék ma egy kicsikét beszélni. Erről a pszichés visszahatásról. Mert ha én keresném, hogy a kereszténységnek hol van megoldása, mi az, ami megoldja azokat a problémákat, amiről eddig beszélgettünk, akkor ezekhez az alapdimenziókhoz kell nekünk visszatérni, mert kialakult egy új irracionalitás. Tessék megnézni, minden olyan eszme, ami nem racionális, nagyon divatos. Nem lehet olyan buta ideológiát kinek találni, aminek ne volnának hívei. Nem lehet olyan ostoba vallásrendszert kitalálni, aminek nem volnának hívei. Ez miért van? Miért adható el a bóvli? Én elmondom önöknek, ha jó minőségű áru van, akkor a hamisítványt nem lehet eladni. De ha hiány van a piacon, akkor a hamisítványt is megveszik. Mert hiány van belőle, nem? És ez így van az egész társadalomban. Valahol az embervilág, emberisten, ember és a másik ember hármas viszonyában, ebben a három térben van zűrzavar. Pedig, nézzék meg, Isten úgy alkotta az embert, teremtés történetek a második szakasza ezt mondja el, hogy adta a hetedik napot, ami nem más, mint a TMK, persze megelőző karbantartás. Méghozzá az ember pszichés kapcsolatainak persze megelőző karbantartása. Jézus úgy tanította ünnepelni a szombatot, hogy kivitte a tanítványokat a szép, érő búza kalászos mezőre, és ott összezárult ez a kis közösség. Szociális kapcsolatokat épített, Isten dolgairól beszélt. Spirituálisan kinyílt az embereknek. És rácsodálkoztak Isten szép, teremtett világára, arra a materiális világra, aminek a szépségét újra és újra fel kell fedezni. Tessék megnézni, a mai embernek mi a baja. Mikor tetszettek utoljára az égen gyönyörködni? Itt még Kecskeméten talán. De mikor tetszettek csillagokat látni? Nem? Hát ha kint laknak tanyán, vagy egy kicsit a város szélén, akkor talán. De az átlag ember ezt már régen elfelejtette. Milyen szép egy nap felkelte. Milyen szép egy nap levente. Milyen szép, ahogy kiboglik egy virág. Helyette van virágipar. Műanyag. Nem hervadál állóképes érzés. Sőt, most amikor jöttem, vasúton láttam, van egy kis virágból, műanyag virág természetes illatosítással. Na tessék. Tetszik érezni, hogy van. És ez mind-mind visszahat arra, ami bennünk van. Valahol elvesztettük ezt a hetedik napot. Aztán. Tessék csak tovább menni. Isten megteremtette a munkát. Tessék megnézni az emberek, én legalábbis a fiatalokkal foglalkozom, az egyetemen. Soha nem a munkáról beszélnek, a pénzről. Most tévedés ne essék, én nem azt mondom, hogy túl vagyunk fizetve, és ez így nagyon jó, és nem is kellene pénzt adni, tévedés. De a pénz az a munka következménye. És amit elvesztett a mai ember, ez a munka öröme. Még néhány öregnél lehet látni, öreg iparosnál, aki azt mondja, hogy jó megcsinálni. Mindig a Jeszenszky bácsi jut eszembe, ez egy gyulai szabómester volt, aki 95 éves korában ünnepelte a 70. mester évét. Megünnepelték, és az öreg még 95 éves korában dolgozott. Persze, hogy kisebb munkákat csak, de kiváló szabó volt. Mindig el szoktam hozzá menni, hogy Béla bácsival elbeszélgessek. És egy beszélgetés közben az öreg egy zakónak ezt a zsebfelhajtó bélését varrta. A beszélgetésben nem figyelt oda, és egy kicsit így ferdén ment a varrógép. Az öreg elővette a kisorlót, és szépen ezen látott, már kibontotta az egészet. És mondom neki, Béla bácsi, nem kellene ezt csinálni. Úgyse látja senki. Az öreg fölcsattan. De ez a baj veletek, fiatal. Mert egy zsebfelhajtókát úgy kell megvarni, hogy ezt a jóisten is szívesen viselje. Mennyivel kevesebb baj lenne, hogyha ilyen iparosok lennének, hogy nem is mondom tovább. Tetszik érezni? Hát a munkával is baj van. Tudom, hogy nagyon népszerű, amit mondok, de a munkanélküli segély az demoralizál. Leszoktat a hasznos tevékenységről. 1979-ben, amikor Amerikában voltam, erről óriási viták voltak, és aztán később az amerikai társadalom is belátta, hogy az a New Deal-es munkanélküli segélymánia, az a társadalom egyik legnagyobb sírásúja lehet. Valami baj van. Aztán, tessék megnézni, ott van a harmadik elem, Mózes első könyve második fejezetében, ez pedig a házasság. Emberi kapcsolatainkkal is valahogy a tűrőképességünk, alkalmazkodó képességünk, vagy ki tudja mi elromlott. Na most, nem erről akarok itt beszélni. Hogyan rájön ebben a viharban a kereszténység? Manipuláljon? Tudnék, ez a túlfeszített hír világ, ez a manipulációra épül. Ha én elmegyek szavazni, akkor végső soron bizonyos befolyásokra döntök, nem pedig a természetes döntésem alapján, azért nem a természetes döntésem alapján, nem látom át a folyamatot. Az engem befolyásoló hírek döntenek benne. Klasszikus példám a manipulokráciára, ami az egész világon eluralkodik, ugye az eszkimók és a déli gyümölcsök nevű szavazás. Ugye az eszkimókat megkérdezik, hogy a banán vagy a kivi a jobb gyümölcs. Hogy a szegény eszkimó se kivit, se banánt nem evett, de teljesen demokratikusan szavaznak. Igaz? Szavazófülke, Nemzetközi Ellenőrző Bizottság beteszik. Minek alapján döntik el, hogy a kivi vagy a banán a jobb gyümölcs? Hát a reklám alapján nem, az információ alapján, amit nem ők tapasztalnak, hanem aki jobban meg tudja őket venni. És ez a veszély állandóan ott van, ez nem magyarországi valóság, ez az egész világ valóság. Mit csináljon a kereszténység? Beálljon a manipulátornak? Vagy? Ma ugye az egész világon van egy ilyen szolgáltató mánia. A kereszténység olyan legyen, mint a pláza, ahova bemennek az emberek, és akkor mindent kiszolgálnak, és olyan divatárukat, butikárukat lehet venni. Ezek a butikáruk ugye mindig, ugye múltkor mondtam, hogy milyen a butikáruk. Hogy tetszetős kell, hogy legyen, és ne legyen tartós, mert akkor a következő szériát nem lehet eladni. Szóval ilyen tetszetős divatáru legyen a kereszténység. Ha most végignézzük a kereszténységnek az utolsó 100 évét, két nagyon fontos jelenség az, amivel foglalkozni kell. És ez a mai előadásnak az igazi témája, csak azért nem itt kezdtem, mert enélkül, a bevezető nélkül nem igen lehet érteni azt, amit én mondani szeretnék most erről a két dologról. Az egyik jellemzője a 20. századi kereszténységnek az, ez a bűvös szó, hogy ökumené, amit nem nagyon értenek a mai emberekről, elmondom, hogy mi ez, mit csinált ez a mozgalom. A másik jellemzője pedig az, hogy különböző karizmatikus mozgalmak bomba módon szaporodnak el. És e között a két jelenség között kell meglátni azt az eszmei hátteret, amin ez a két jelenség létrejött. Ugye azzal, hogy összeszűkült a világ, a tér és az idő, avval jár, hogy globalizálódik a világ. Ez lehet, hogy nem tetszik nekünk, de ha tetszik, ha nem, ez így van. Ma a világon egyetlen ország sem tud megélni úgy, hogy becsukja a határait, és azt mondja, hogy nem törődöm a világgal, mi vagyunk egy entitás, egy egység, és kívülről semmit. Az Egyesült Államok épp úgy nem tudja megcsinálni, a Szovjetunió éppen ebbe halt bele, nem beszélve a kisebb államokról. Most ez a globalizációs kényszer, ez ott van az egyházaknál is. Az ökumené egy bibliai szó, amiben a misszió parancsban, hogy elmenvén szélese világra, ez a szélese világ, ez az ökumenét jelentette, ez a görög szó azt jelenti, hogy a lakott föld. És valamikor a 19. században születik meg ez a fogalom, valamikor a század közepén, amikor a keresztények rájönnek arra, elsősorban a protestánsok, hogy a felvilágosodás után rengeteg sok kis egyház indul el. Mindegyik valós felismerés alapján, amelyik nem, mert ilyen is volt egy csomó, azok elhaltak. De szükség van arra, hogy a személyes döntés, a személyes bizonyságtevés, az aktív keresztény élet mellett agitáló kis csoportok létrejöjjenek. Igen ám, de kezd összeszűkülni a Föld. Verne Gyulának a regénye, ugye még nálunk nagy szenzáció volt az én korosztályomnak, hogy Hány nap alatt a Föld körül? Tehát szerintem 80 nap alatt a Föld körül. Hát, ez nagyon lassan megy. Higgusz társas utazással is fele idő alatt meg lehet járni nyugodtan. Ne? Fokozatosan összeszűkül a Föld. És akkor mit csináljunk mi keresztények? Ó, igen, megyünk a pogányokhoz. A 19. század 80-as éveiben még volt egy olyan álom, egy Moody nevezetű nagyon híres amerikai evangélistának az álma volt ez, hogy 1900-ra keresztényét tesszük az egész világot. Elindultak a keresztény misszionáriusok, és egy falba ütköztek. Az emberek azt mondták, hogy jó. Mire jó az, hogy kereszténység? És különben is te ezt mondod, jön egy másik vallású misszionárius meg azt mondja, és én nem tudom, hogy a kettő között mi a különbség. Mind a ketten Krisztusról beszéltek, de a különbséget nagyon nehéz megérteni. Mi is megérthetjük ezt a problémát. Tetszenek tudni, hogy ilyen, hogy mohamedizmus az egy vallásrendszer, amiben rengeteg felekezet van. Még az is nehéz, ha egy síta meg a szunita közötti hitbeli különbséget meg kell tanulni valakinek vallástörténetből. Ez egy ilyen buktatós kérdés. Mert kívülről nézve ez nagyon nehéz. Tehát tessék elképzelni egy arab gyereket, akinek meg kell tanulni, hogy mondjuk egy református meg egy evangélikus között mi a különbség. Ugye? Ez egy kihívás volt. Ezért először a misszió frontján ültek le az emberek, és azt mondták, hogy gondolkodjunk együtt. Aztán utána következett az, hogy kiderült, hogy egy vallás felekezet sem egységes. Mondjuk evangélikus egyházból az Egyesült Államokban kb. 50-55 féle van. És hál' Istennek kezd fogyni a számuk, mert nagy nehezen egyesülgetnek. De a 19. század 50-55 féle volt. A baptistákból egy rendes városban most is van 25-30 féle, tessék megnézni a Yellow Page-tárta, a sárga könyvet, amiben az intézmények vannak. Tessék megnézni. Ezek különböző szervezetek, organizációk. És elindult egy olyan, hogy legalább mi egy hitvallást, vagy közel egy hitvallást vallók is valahogy elegyesüljük. Ugye Hollandiában most is több református egyház van. Most már Magyarországon is átterjedt, mert van Magyarországon is másféle református egyház is. És ezért kezdtek gondolkodni az emberek, hogy ez itt nincs jól. Aztán jött egy következő állomás, ez az első világháború volt. Az első világháború egy óriási drámája a kereszténységnek. Egy Radke nevezetű, nagyon híres marburgi teológiai professzor, rendszeres teológiai professzor volt, luteránus, aki azt a mondatot leírta, hogy az első világháború legnagyobb vesztese a kereszténység volt. Erre a veszteségre tetszenek gondolni, akkor ajánlok egy regényt, ez a Barbusnek a Tűz című regénye. Ami arról van szó, hogy volt a Maginot vonal, ezt még a régiek tudják, vagy akik történelmben jók, azt tudják, az első világháborúnak a nagy állótáború francia-német fronton. És ott egymást lőtték az emberek. És egy borzalmas regény, csak hogy. Hogy kerültek oda az emberek? Françoisnak, a Friccel semmi baja nem volt. Vagy a Johnnak, a Johanna, egy angol-német ellentétet mondja. De mind a kettőt Isten nevébe küldték oda. Ha lelőttek egy német katonát, a derékszíja csatján az volt felírva, hogy volt Stráf England. Isten vert meg Angliát, és az angol katona azt mondta, engem is ugyanannak az Istennek a nevébe küldtek ide a pokolba. Elkezdtek gondolkodni az emberek, hogy hol van a helyünk a társadalomban. Nem véletlen ám, hogy az első világháború után egy nagy ateista hullám és egy pseudovallásos hullám, ez a kommunizmus, ugye ezt már elmondtam, hogy ez egy pseudovallás, hamis vallás, és a hullám elterjedt az egész világon. Mert az egyszerű ember azt mondta, hogy hát nem lehet az az Isten, akit ugyanannak az Istennek a nevébe engem kínoz, én meg őt kínozom, ez valahogy nincsen jól. És tessék kézbe venni egy háborús imakönyvet, hogy abban micsoda úszítás van. És ezért Radkének teljesen igaza van, a világháború nagy vesztese a kereszténység volt. És ezért az első világháború után azt mondták a keresztények, főként a protestánsok, hogy a élet és a munka terén kellene valamit csinálni. 1925-ben létrejött egy ilyen világkonferencia. Azután a hit és egyház szervezet terén is kellene valami egységre jutni. Ez egy valós probléma volt, egységre kellene jutni. Na de hogyan? A második világháború még inkább mélyre nyomta az egyházat. Ezért 1948-ban Amsterdamban megalapították az Egyházak Világtanácsát, ami azt lehet mondani, majdnem minden protestáns egyháznak a nagy gyűjtőhelye lett. És azóta kiderült valami, hogy ezzel az egész törekvéssel baj van. Jó szándékú ez a törekvés, de valahol nem hoz megoldást. Ezért, amikor teológus voltam, akkor hallottam ezt a viccet, de ez nagyon jellemző. Két oroszlán beszélget a Szaharába. Azt mondja, az egyik te. Amióta ez az ökumené van, minden misszionárusnak egyforma ízű a húsa. Szóval vajon az Istennek az a célja, hogy egyformák legyünk? Vajon az az emberségnek a titka, hogy ezt az egyformaságot erőltessék, tudják már, nem mondok más viccet, mint a hajnyírógép viccet. Tetszenek tudni, már elmondtam többször, hogy Hón és Grün találkozik, és Hón azt mondja, hogy feltártam a hajnyírógépet, férfi hajnyírógépet. Beteszi a búra a fejét valaki, beállítja a frizet, megmondja, brrr, és kész a frizor. Azt mondja, hogy te, szóval valami baj van. Hát mondom, mi lenne a baj? Szóval nem egyforma az emberek feje. Azt mondja, hogy na ja, először. Na hát, pontosan ez a baj az ökumenével. Szóval akkor ezt hatalmi kérdéssel lehet megoldani? Valakinek úgy van igaza, hogy a többség dönt alapon? És itt van egy nagy-nagy dolog, hogy hogy legyen ez az egység. Ugyanakkor egy másik nagy veszély is feljött az egész ökumenikus mozgalomban. És ez a veszély egy római katolikus nagyon híres teológust, Dietrich von Hildebrandot hadd idézzem, akinek egy könyve volt, ami óriási botrányt váltott ki, és óriási sikert. Kevés ilyen teológiai könyv van. Az volt a könyvnek a címe, hogy a trójai faló. Úgy kezdi ezt a könyvet Dietrich von Hildebrand, hogy a társadalomból kiűzték az egyházakat, mint annak idején a görögöket Trójából. És az egyház most kint didereg Trója és társadalom falain kívül. És talán ez az egész ökumené egyes okosok szerint arra is jó lenne, hogy építsünk egy trójai falovat. Tudják a trójai faló meséjét. Bebújunk a trójai faló hasába, és megvárjuk, amíg éjszaka lesz. Amíg jó nagy válság nem lesz a társadalomban. És akkor majd behúznak bennünket a falakon belül, akkor kibújunk a hasából a lovaknak, és elfoglaljuk a társadalmat. Az egyházakban mindig él ez a vágy, hogy mi legyünk a társadalom irányítói, tehát mi üljünk a bakon és tartsuk a gyeplőt. Csak hogy ebben az a baj, hogy az egész egyháztörténetnek eleddig, 2000 év óta az a tanulsága, hogy mindig akkor romlott meg az egyház, amikor uralkodni kezdett. Erre csak az egész középkor, csak erre az egész konstantini fordulat, stb. A példa. Hát akkor mi legyen? Hogy van ez? Mert az egység igénye ott van az emberekben. Akkor adminisztratíven kell egyezkedni, tehát létrehozunk egy parlamentet, és addig verjük az asztalt, míg mindenkinek igaza nem lesz. Vagy lesz egy döntő többség, aki rákényszeríti a maga igazát a kisebbségre, vagy lesz ez? Valaki azt mondja, hogy én szorongatom a bölcsek kövét, és mindenkinek kötelező azt hinni, amit én mondok? Vagy mindenki téved? Hogy van ez az egész? Ha van egy szép festőpaletta, azon rajta vannak az alapszínek. A mester keveri a színeket. Gyönyörű árnyalatokat hoz ki belőle. De mi van akkor, hogyha egy géppel összekeverem az összes festéket? Megmondom, hogy mi lesz, egy ronda mocsok-szürke jön ki. Hát ez a ronda mocsok-szürke lenne az egyház igazi célja, vagy rendeltetése? Nagyon korán, 1925-ben egy evangélikus svéd érseket, akit Söderholm Nátánnak hívtak, Sopronban az evangélikus teológián díszdoktorrá avattak. És ebben a díszdoktori beszédében Söderholm Nátán a következő hasonlatot mondta el. Az egyházak egységéről beszélt. Ha én úgy gondolom el a kereszténységet, hogy körbeállunk, és fogjuk egymás kezét. És az az igény van, hogy valahol találkozunk, egységesek leszünk, akkor mit lehet csinálni? Mert ha én jobb oldalra megyek, akkor a baloldalitól távolodok. Ha bal oldalra megyek, a jobb oldalitól távolodok. Mi a megoldás? Van egy megoldás. Söderholm azt mondja, és a Söderholm körnek hívják ezt, hogyha középre állítom Jézus Krisztus keresztjét, akkor van egy más megoldás. Amennyire én Jézushoz, az alapokhoz, a Bibliához, a régihez közelebb jutok, annyira jutok közelebb a másikhoz is. Mert igazán találkozni a központba lehet. És ezért van az, hogy az ökumenikus világmozgalom világszerte válságban van. Tudnék, hogy ezt adminisztratíven, mint felépítményt, mint szervezetet gondolom végig. Hogy szervezzük meg az egyházak egységét. Akkor erre csőd vár. Mert előbb vagy utóbb az a kérdés, hogy ki itt a főnök. Viszont ott, ahol emberek közösen keresik Krisztus akaratát. Visszatérve a forráshoz. Ott nagyon érdekes módon kialakul egy érdekes valami. Jézus nem azt akarja, hogy egyformák legyünk, hanem Jézus azt akarja, hogy a másságunkkal egymást támogassuk. Nem akkor lesz egységes az egyház, hogyha azokat a régi alapító atyákat, akik elindultak, és tényleg valós értékeket fedeztek fel, azt megtagadjuk. Hanem akkor, hogyha tőlük tanulva megéljük ezt a hitet, és közösen építjük fel. Azt, amit úgy hívunk, hogy kereszténység, ami nem köthető egy felekezethez sem. Csak az alapokhoz. Jézus Krisztushoz, Isten igéjéhez. Nézzük a másik jelenséget, mert arról is érdemes beszélni néhány percet. Miért van ez a karizmatikus káosz, ami van? Sokan az elmúlt előadás után erről kérdeztek. Én erről nagyon szívesen beszélnék, de tessék végig gondolni azt, amit a bevezetőben mondtam. Bevezetőben elmondtam azt, hogy egyre több információval bombázzák az agyunkat. És ezek jellegzetesen gondolati információk. Felkelek, megmondják, hogy milyen idő van, hogy hajtsak a kocsival, kilopott, kisikasztott, mi történt, itt-ott, amott, hír, hátán. Felülök a metróra, ugye egy pesti vagyok, olvasom a újságot, ugyanez. Bemegyek a munkahelyemre, információ. Az emberi psziché egy nagyon érdekes felépítettségű, olyan, mint a mérleghinta. Egyik oldalán ott van az értelmi, A másik oldalán pedig ott van ez a belső spirituális érzelmi igény. Én sokszor látom házaspárok megromlott életét, mert mindig hívnak tűzoltónak. Tetszik tudni, hol kezdődik egy házasság válsága? Amikor az érzéseinkről elfelejtünk beszélni. Csak kijelentő mondatokat mondunk, megállapítunk. Parancsoló mondatokat mondunk. Kérdő, pontosabban számunk kérő mondatokat. De mi van belőle, arról nem kommunikálunk. Ez a tökéletes tükre az elgépiesedő embernek. Ez a virtuális tér, ami kialakul az információ kalicka, amiben bekerülünk, az érzéseinket nem tudjuk kommunikálni. Tessék megnézni, hölgyek, miért olvasnak annyi love storyt? Vonaton mindig látom, hogy előszedik a kis lapsztorit és olvassák. Szívhang, 246. folytatás. Miért? Én inkább sajnálom őket, nem nevetem ki őket. Érzelem hiányosak vagyunk. Na most az érzelemnek van egy nagyon érdekes tulajdonsága. Ha én bizonyos mesterséges eszközökkel felfokozom az érzelmeimet, akkor beszűkül a tudatom. Ugye szokták maguk is mondani, hogy olyat teszek, hogy magam is megbánom. Dühös vagyok, oda csapom a földhöz a tányért, pedig nem a tányérra vagyok dühös, de valahol ki kell dobnom az érzést, igaz? Valamit tenni kell. Tessék megnézni ezt köztársadalmi méretekben. Tessék megkérdezni a fiatalokat, hogy miért jó diszkóba jár. Ha őszinték a fiatalok, én állandóan bombázom a járjukat az egyetemet, akkor elmondják azt, hogy azért jó járni, mert tanár úr úgy megkönnyebbülök, hogy minden feszültségemet feloldja. Miért jó törni, zúzni? Mondjuk egy fradi meccsóban. Nem. Valahol ezt a túlfeszített életet, hogy mindig megmondják, hogy hogyan. Valahol ki kell élni. És tessék megnézni, ez vallásos vonatkozásban úgynevezett, csak úgynevezett karizmatikus jelenségekben is megjelenik. Íme korunk képe. Összefügg, kérem, minden. Igen ám, de milyen megoldást javaslok? Bizonyára ezt fogják kérdezni, és teljesen jogosan. 1997-ben kaptam egy meghívást Pannonhalmára. Pax Románának volt egy nagy konferenciája, nemzetközi konferenciája, az egész püspöki kar ott volt, és egy kerekasztal beszélgetésre, ahol egy református teológussal, egy evangélikus teológussal, a Fenser Károlya ismeri, idősebb persze, azután egy baptista és egy metodista teológussal ötösbe egy katolikus teológus kérdezett bennünket 4 kérdésről. Ma se tudok okosabbat mondani, mint akkor. Az első kérdés az az, hogy miben látod a római egyház pozitívumát, második, hogy miben látod a római egyház pozitívumát, harmadik, hogy mit ajánlanék fel a római egyháznak megoldásként ma, és a negyedik pedig mit kérnék a római egyháztól ma, és mondhattam egy záró megjegyzést. Elővettem ezt a régi papírom, nyomtatást, és megjelentett egy kötetbe, és ma sem tudok mást ajánlani az egész kereszténységnek, mint amit ott elmondtam. Nem egészen egyéni, amit mondok. Egy Heinz Tán nevezetű nagyon jeles teológiai professzornak a 7 mondása. Én azt ajánlom fel minden keresztény testvéremnek, hogy elsősorban vegyük tudomásul azt, hogy kisebbségben vagyunk. Borzalmas az, hogy mi azt mondjuk, hogy keresztény országban vagyunk. Ez nem igaz. Miért hazudunk? Ma a magyar társadalomnak a 10%-a valamilyen szinten kapcsolatban van a vallással, és körülbelül olyan 2–2,5%-a, akinek az életében is ez kezd látszani. Tehát elenyésző kisebbségben vagyok. És én minden egyháznak azt ajánlanám fel, hogy gondoljuk először végig önmagunkat, kisebbségünket. És ezt vegyük nagyon komolyan. A kisebbség az nem rossz dolog. Az életünket kisebbségbe éljük, nem? A család is egy kisebbség az egész társadalomhoz képest. Valahol az életünket mindig kisebbségbe éljük, és ott éljük meg azokban a kis körökben, ahol vagyunk, nem az egész társadalomban. Tessék azoktól az emberektől félni, akik azt mondják, én az egész emberiséggel élek, mert ez a legbiztosabb állarc annak, hogy önző az ember. Nem? Az egész emberiségért él. Nem az emberiségért kell, a szomszédomért kell élni, meg a másikért, a feleségemért, a gyerekemért, nem? Kisebbségben. Most ezt a kisebbséget gondoljuk végig, és mi nem az egészet akarjuk mindjárt megoldani, hanem az egész megoldása az ott kezdődik, hogy mi vagyunk, most bibliai hasonlatot mondok, a só meg a kovász. Jaj, annak az ételnek, amiben többségben van a só. Nem? Vagy a kenyér se csak kovász. Na most, hogyha ezt a kisebbséget végig gondoljuk, akkor én 7 pontot írtam össze. És ezzel fejezem be. 1. Akkor szükségünk van a misszióra. De a misszió az nem taktoborzás, hanem a misszió embermentés. Ezt tessék nagyon jól megtanulni. A misszió nem azért van, hogy én velem egyetértsen a másik, hanem a misszió azért van, hogy én segítsek a másikon. Ez óriási különbség. A második, ez a participáció, tehát a részvétel, ugye nagyon szép tudományoskodó szó ez, ami nem csupán az Isten tiszteleteken való részvétel, hogy arra törekedjünk, hogy minél többen legyenek a templomba, kopjon a pad, mert ennek más haszna nincs, hanem részvétel úgy, hogy a mindennapi életemben Krisztus jelen van. Egy ember annyira keresztény, amelyikre a hétköznapjaiban keresztény, nem pedig annyira, amelyik a templomba jön. Na most ez nem azt jelenti, hogy nem menjek a templomba, hanem azt jelenti, hogy az igazi istentisztelet akkor kezdődik, hogy kilépek a templom ajtaján. A harmadik, ez a pluralitás. Tudomásul kell venni, hogy nem az a cél, hogy a másikat elviseljem, mert hát sajnos nem tudom megagitálni, hanem a pluralitásnak az elve az az, hogy a másiktól tanulok. Nyitva vagyok a másikra. A másik felismeréseit is próbálom magamévá tenni. Próbálom beépíteni az életembe. Ha ez a nyitottság nincs meg bennem, ha én nem vagyok hajlandó senkitől se tanulni, mert én szorongatom a bölcsek kövét, akkor kiestem a társadalomból, kiestem az emberek életéből. Akkor a köldöknéző fakírhoz vagyok hasonló. Következő a nyitottság, ami nem véleménytelenséget jelent, hanem a másik lelki gyümölcseinek az elfogadását. Az 5. ilyen elv az a spiritualitás, amiről itt sokat beszélünk. Ez nem lelkizés, hanem a felfelé való nyitottság. Mennyire van meg ez a felfelé való nyitottság bennünk? Azután a tradíció kérdését is végig kell gondolni. Sok ember azt mondja, hogy tradícióra nincs szükség, most egy ilyen világban élünk, egy ilyen New Age-es világban, hogy nem törődök a régivel. Nagyon sok emberben ez van. Tradícióra szükség van. Aki elveszti a tradícióját, a gyökereit veszti el. Csak hogy ez a tradíció nem tradicionalizmus. Mi a kettő közötti különbség? A tradíció, és tessenek jól megjegyezni, a múltbeli emberek ma is élő hite. És mi a tradicionalizmus? A múltban élt emberek halott hite. Ma használhatatlan hite. Az egyház nem hagyományőrző klub, hanem a régit, mint élő közösség, újra és újra átformáló közösség. És a 7. tanácsom az, hogy vegyük észre végre, hogy az egyház kisközösségekben él, de ezek a kisközösségek meg vegyék észre, mindig az egész emberiségért élnek, és nyitva legyenek az emberek előtt. Úgy gondolom, hogy ez a 7 pont az, ami a döntő. És végül egy utolsó mondat, ezt itt leírtam, innen olvasom, mert eltelt az idő. Nem hiszek az ökumenében, mint egységet teremtő mozgalomban, én az egyházban hiszek. Nem a különböző jelzőkkel ellátott egyházban, katolikus egyház, református egyház, evangélikus egyház, adventista egyház, stb. Hanem én az egyházban hiszek, amely Jézus Krisztus teste. És ahogy Pál elmondja az első korintusi levél 12. fejezetében, ebben a testben különböző tagok vannak. És az értékeket felismerni. Én azt hiszem, hogy egy mai egyház akkor jár jó úton, hogyha minden előttünk járó értéket, ami valós érték volt, és a Biblia mérlegén megmérhető valós érték ma is, ezt a mai ember mai kérdésére fogalmazza meg mai módon. Én ebbe hiszek. Köszönöm, hogy meghallgattam.